Ez az az út, amely arra hivatott, hogy összekössek a Kasdot szép tölgyessel. A hatos főközlekedési úttal párhuzamosan futó sáv részben a kerékpárosok számára nyújt biztonságos közlekedést, de sokan használják kocogásra vagy sétálgatásra is. Maga a pályázat tartalmazott egy 2 kilométeres szakaszt, melyből az épített kerékpárút az 780 métert meghaladó rész, és ehhez 1,2 kilométeres nyomvonal, kerékpáros nyomvonal tartozik. A beruházás költsége meghaladta a 122 millió forintot. Simcsik Orsoly a polgármester azt mondja, nem csak a biztonságos kerékpáros közlekedést oldották meg ezzel, hanem sokan használják rekreációs célokra is. Az út az első lépés a két település rész összeépítéséhez. A kerékpáros sáv mellett egyébként a vízelvezetéshez szükséges árkok is megépültek, és jelenleg egy fásítási programot bonyolítanak a helyiek. Kakasd részt vette egy országfásítási programba is, ahonnan 22 fa érkezett, és két helyszínre történt a fák elültetése. Itt kislevelűhás, pusztaszil és díszkörte fákat telepítettünk. Simcsik Orsoly azt mondja, a hosszú távú tervekben szerepel az út továbbépítése Bonyhád és Szekszárd irányába is. Igaz, ez utóbbi már rendelkezésre áll, mondja a polgármester, hiszen létezik egy Szekszártól a Sötétvölgyi erdőn keresztül Kakasdot elérő terepkerékpáros út is.